A látszat nem fedi a valóságot. A kaposmenti térség három település fúziójából kistérségi szerepvállással létrejött csapat a megye 2-ben élcsapatnak számító, tavaly még megye 1-es nagymányok otthonában az őszi utolsó fordulóban beleszaladt egy nagy vereségbe. Fél tucatnál is többször, egész pontosan 8-szor vette be a negyedik helyzet hazai csapat, a Kaposszegcső, Csikóstöttös és még jágónaki focistákból is álló kistérségi csapat kapuját. 8-0, pontosabban 0-8 lett a vége. Ekkora különbség a pályán látottak alapján, tanúsíthatjuk, nem volt a két csapat között, ami a mezőny, illetve támadó játékot illeti. A három győzelmet már felmutató, több, csak egy-két gólos vereséget elszenvedő, a 13. helyen záró kis csapat, mint megtudtuk edzőktől, objektív okok miatt ezúttal nem volt partiképes a jó csapatnak számító nagymányok ellen, ami egyáltalán nem fordult még vele elő az őszi eddig lejátszott 14 meccs során. Nagyon sok játékosunk hiányzott, sérülés és egyéb problémák munka miatt. Itt a sport a munka mellett történik, és hogyha rögtön 4-5-6 ember hiányzik, akkor fölborul egy teljes csapat, és ezt egy megye 2-es csapat nem bírja ki. És ezért belefutottunk ma egy ilyen nagyarányú vereségbe. Egy-két nagyarányú vereség volt, amit el lehetne kerülni. Könnyen kijavítható koncentrálási hibák, ha hiányoznak játékosok, a helyettesítő játékosok nem tudnak úgy koncentrálni és annyit hozzátenni, amivel megkapjuk azt a pár problémás potyagolt, és akkor már ez sajnos eldönti a mérkőzést. Egy ekkora zakó általában nem múlik el nyomtalanul, kisebb-nagyobb veszekedés tör ki az ezt elszenvedő csapat öltözőjében. Itt nem ez történt, jelezvén, hogy a közösség a bajban is összetart, nincs egymásra mutogatás, együtt nyernek, néha ez is előfordul, és természetesen együtt veszítenek is. Nagyon fontos, hogy működik az utánpótlásunk, serdülő, ifi csapat és a felnőtt csapat, tehát a mai világban, hogyha három csapatot ki tud állítani egy kis közösség, az egy szép siker tulajdonképpen, és tehetséges játékosok is vannak köztük, akik ügyesen játszanak, csak mondom, nagyon megviseli, hogyha egy pár játékos hiányzik, akkor fölborul egy kicsit a rend, de tulajdonképpen óriási pozitívum, hogy végig ki tudtunk állni az egész évbe, voltak sikereink, és tulajdonképpen hát most cseréljük egy kicsit fiatalokra az idősebb játékosokat, tehát egy folyamatban vagyunk. Cseppet sem mellékes, hogy az ifi csapat is megállja a helyét. Szoros meccsen vesztett ezúttal a Kaposszegcső, a felnőtt meccset megelőzően 4-3-ra a mányokiaktól. Csikóstöttös, Kaposszegcső, jágonak, tengén a végmegyek. Ez a labdarúgó klub már több mint 60 éve működik. Azt gondolom, hogy van jövőnk is, hiszen ma is 80 igazolt játékosunk van, külön foglalkozunk a serdülő, ifist és a felnőtt korú játékosokkal. Nyilván nagy öröm számomra ugyanezt a kistérségen belül még két település Döbrökhöznek is ugyanígy gondolja. Ugyanok megye 3-ban fociznak, de azt gondolom, ott is hétvégre ki kell állni, a fiatalokkal hétköznap kell foglalkozni, hogy a csapat azért sikeres legyen a hétvégén. Nyilván nagyon fontos, hogy faluhelyen két hetente alapvető szórakozás bizonyos rétegeknek, hogy elmegyünk a foci meccsre, találkozunk a barátokkal, örvendetes tényleg, hogy feleségek, gyerekek is megjelennek a focipályán, és azt gondolom, hogy hétről hétre jó hangulatba telnek ezek hazai mérkőzések. Jó úton halad egy önálló serdülő csapat folyamatos versenyeztetése is a klubnál. Kupákon, tornákon már ott vannak a Kaposszegcsőiek. Nyilván nagyon fontos az eredmény is, de azt gondolom, hogy annál sokkal fontosabb, hogy van csapat, van 20 játékos, illetve a Serdülifivel együtt, mint már említettem, hogy 80% igazolt játékosra dolgozunk. Tehát azt gondolom, hogy ez kell, hogy erőt adjon annak a stábnak, aki ezekkel a fiatalokkal tölti a szabad idejét, hiszen azt is el kell mondani, hogy amatőr teljes mértékben, hiszen sem az edzők, sem a játékosok nem részesülnek semmilyen juttatásban. A három település önkormányzati támogatása mellett több képviselő azzal is a kistérségi foci ügye mellé állt, hogy saját képviselői tisztelet díját felajánlotta a csapat a szakosztály működése számára.